Tisztelt egybegyűltek! Idei megemlékezésünk több szempontból is rendhagyónak mondható. Rendhagyó a helyszín miatt, hiszen a megszokottól eltérően a Kossuth tér helyett a nézőtérre invitáltuk Önöket. Rendhagyó a forgatókönyv miatt, hiszen a műsor megálmodói, Oszbach Rita és Dénes Dóra színpadi megjelenítésben gondolkodtak. Rendhagyó a szereplők miatt, hiszen a 7. évfolyam diákjai között vállalkozó szellemű kollégáim is felbukkannak. Rendhagyó az előadás megjelenítése miatt is, hiszen az 1956. októberi forradalom eseményeit diákjaink a maguk farmernadrágos, pólós világukba interpretálva jelenítik meg, melyet zongorán Boris Sándorné, gitárral Mosonyi Katalin kísér. Kérem, fogadják szeretettel a mi 56-unkat. Történetünk kezdetén a világháborúba induló édesapa búcsúzott a fiától. El sem hiszem, hogy édesapám rám bízta ezt a csoda jószágot. Isten, úgyhogy soha nem láttam még ilyen szépnek, fenségesnek ezt a felfedőt, mert azt tessék tudomásul venni, hogy ez nem egy közönséges kalap, hanem felfedő. Apám viccesen úgy nyomta a fejemre, hogy az a fő, hogy ez mindig felfedő legyen, és ne tökfedő. És innentől az én fejem fő. Velé lettem a családfő. Nem értem a felnőtteket. Nem értem, hogy lehet megvinni valamit úgy, ami fontos számunkra, hogy elmenjünk onnan. Hogyan lehet harcolni a hazáért idegenben? Hogyan lehet fontosabb a haza, a gyermekem és a feleségem? Hogyan lehet elmenni úgy, hogy vissza sem nézünk? Anyám hogyan állhatott ott szó nélkül, és nem mondta apámon, hogy maradj. Anyám, az én csodálatosan drága gondoskodó édesanyám, pár hét alatt éveket öregedett, és eltűnt a nevetés az arcáról, és a mosolygás a szeméből, mintha megfekedett volna az arca. Apám meg meglágyult, soha nem volt ilyen kedves és bőbeszédű, mint az indulás előtti napokban. De aki leginkább megváltozott, az a nagypapa. A tata. Tata apám apja. Apám tőle kapta a kalapot, mielőtt ő elment volna az előző háborúba. És ahogy számolgatok, már pedig abban verhetetlen vagyok, az igen szükséges a csendcseléshez. Annyi idős lehetett apám, mint most én. Tata visszatért a háborúból, akik ismerték, azt mondták, csak árnyék a önmagának. A hajtambiba erős Molnár csak magát képes vonszolni, és nem telik úgy el éjszaka, hogy ne ébrednék a nyűszítésére. Tata mostában megfiatalodott. Visszatért valami furcsa csillogás a szemébe, és olyan szavakat vált apámmal, mint a külön nyelven beszélnének. Én egy kukkot sem értek belőle, de igen-igen hegyeztem a fülemet, hogy kellő okossággal én is részvehessek a beszélgetésben, de hiába. Ahogy apám felé nyújtotta a kalapot, valami furcsa gombózat éreztem a torkomban és a gyomromban. És csak a száj mozgásáról tudtam leolvasni, amit mond. Vigyázz rájuk a végzőszemlélők. A mi családunkban a férfiak keveset mondanak, amit kimondanak, az úgy van és úgy lesz. Abban semmilyen okoskodó pulykatolyát vele nem szólhat. Tehát nekem mától annyi a feladatom, vigyázom anyámékra, igyekszem beszerezni ezt-azt, és emiatt a csavargásos és csintevésekről le kell mondanom, legalábbis addig, amíg apám vissza nem tér. Soha nem hallott szavakkal búcsúzott tőlem, úgy csukta a fülemben, hogy a többiek nem hallhatták. Bízom benned, fiam. Na, kalapot fellövöttem. Apám hittem, az otthon melegét. Apám hittem, az ünnep örömét. Apám hittem, az apja örökét. S úgy hiszem, ez így volt szép. Boys.
Véget ért a háború, de a terhek évek múlva sem enyhültek. Csodálatos dolgot olvastam a minap. Egy karinti verset így kezdődik. Nem mondhatom el senkinek, elmondom hát mindenkinek. És én is elmondom mindenkinek, hogy na mi van, nem ismertek meg, ugyan rám se lehet ismerni. Pedig csak néhány év telt el, mióta utoljára találkoztunk. A nadrágom, és persze a lábom is hosszabb lett, és el kell a bajszom, kalapom egy kicsit megkopott. Igen, én vagyok. A Levente. Azt kérdezett tőlem félbe, hogy miért van még mindig az én fejemben a kalap? Jól sejtel. Apám nem tért vissza, de nem ez a legborzasztóbb, hanem hogy 252 napja hallottuk róla utoljára. Lehet, hogy életben van, lehet, hogy halott. Anyám, minden esetre élő halott. De az én szívemben csak a szerelem lobog. És önző módon nincs bennem részét más kesétsége is bánata iránt. Mert én szeretek, és engem is szeretnek. Csendesebben, felvered az egész utcád. Annyiszor mondtam már neked, hogy ne viselkedjél érzéketlenül. Nincs jogunk boldognak lenni, látva anyád pillantását az ajtó felé. Múltkor megtaláltam a gyerekkori naplódat, és beleolvastam abba a részbe, amit akkor írtál, amikor apád elment a háborúba. És itt hagyta neked ezt a mázsassúlyt. Akkor nem értetted, hogy lehet az otthoniakat hátrahagyni, elindulni egy eszméért, a hazáért, a szabadságért, a kötelesség miatt. Ezt vetted a szememre. Kötelességtudó lettem. Mibe saját haszom számít. Tenni akarok, hogy bátor akarok lenni. Inkább pontosabban, nem akarok gyáva lenni. Mert ez így nem lehet tovább. Ez így nem lehet tovább. Bocs, hogy nem érted. Aztán jött a forradalom.
figyelj a körút felől. Látom a tan. Az édesanyuka. És az üllőidi. Látom, csak eltakarják. Micsodát? Takarják. De ki? Az üllői úti fát. Oldalról, jön. Tűz, talán. Hol lehet tas? Benzin, hamar. Hol van Tamás? Hát ő már oda. Tessék. Lelőtték. Hoppá, ég a tan. Hurrá. Na hát. Tűz, lőj már. Rajta, lőjetek már. Jobbról, figyelj. A golyószúró. Lőttél már tankod ekkorát? Akkor holnap a vágásban. Piros a vér a Pesti utcán. Töltény. Ki ez? Egy jó barát. Elvérzik mindjárt. Orvos. Késő. Ő is hát. Hány óra? Hűha. Ennyi már? Ilyenkor mondja anya mindig, hogy jó lenne srácok lefeküdni, mert hogy igen késő vér. Senki nem adhat neked tanácsot. Az ilyen döntést nem lehet átvállalni. Úgy hiszem, hogy senkinek sincs joga a másik életéről dönteni. Menni vagy maradni? Menni vagy nem menni? Szólni vagy hallgatni? Várni, de meddig? Hinni, de nem. Élni vagy úgy tenni? Vagy csak sírni, sírni, sírni? Zörgő árnyakkal harcra kelni? Folytod zsörgő.
Szeretnék bátornak lenni ma végre. És ki tudja, mi a nagyobb bátorság? Maradni abban, ami most reménytelennek tűnik, de biztosnak, legalább ismerősnek, vagy elmenni az ismeretlenbe. Többfajta bátorság létezik, de döntés csak egy lehet, és attól a döntéstől függ az életünk. A döntéseinkben mutatkozik meg, kik vagyunk. És a tanár úr miért marad? Mert nekem itt van dolgom. Itt a feleségem, a szüleim, a pici lányunk, aki most tanulja a magyar szavakat, és én olyan magyar ember vagyok, aki már tudja, bár más nyelven beszélsz és más nyelven írsz, de magyarul álmodsz és magyarul sírsz. Nekem itt vannak álmaim. És Levi? Igen, tanár úr. Apád így is, úgy is. Büszke lenni rád. Thank you.
hallgassák meg Frész Péternek az ünnephez kapcsolódó gondolatait. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, tisztelt ünneplő közönség, tisztelt polgármester úr! 61 évvel ezelőtt, ezen a napon, ezekben a hetekben nagyon sok minden megváltozott. Sorsok, álmok dőltek romba, családok, emberi kapcsolatok szakadtak szét, és sajnos emberi életek értek véget. Pedig a magyar nemzet már közel 2 évtizede vágyott a változásra. Közel 2 évtizede szenvedett. A II. Világháború kínjaitól, az azt követő újjáépítés nélkülözéseitől, majd a Rákosi diktatúra gyötrelmeitől, és az idegen szovjet csapatok elnyomásától. Aztán elérkeztünk 1956. októberében, amikor úgy tűnt, hogy a remény, az álom valóra válik, de sajnos, ahogy a novemberi idő is borongóssá, szomorkássá vált, úgy novemberben ez a reménysugár is elhalványult. Majd a forgószél hadművelet kezdetével végleg kialudt. Az ezt követő hetekben, hónapokban, években nagyon sokan haltak még meg. Még többen kerültek börtönbe, és sajnos rengetegen hagyták el az országot. A koremberének joggal juthatott eszébe Vörösmarty Mihálynak 100 évvel korábban megfogalmazott gondolata, az nem lehet, hogy annyi szív hiába ont a vért. És Márai Sándor is fölteszi a kérdést 1956-ban. Ilyen nagy dolog a szabadság? Én úgy gondolom, hogy nekem és az én korosztályomnak ez a gondolat nehezen értelmezhető. Nehéz erre a kérdésre válaszolni nekünk, akik a békét, ezt a nyugodt időszakot már örökségbe kaptuk. Akkor mégis hol keressük a választ? A gyerekek műsorában elhangzott egy nagyon fontos gondolat. A döntéseinkben mutatkozik meg, kik vagyunk. 1956 hőseinek is döntenie kellett. Vagy maradnak tovább a zsarnokság szorításában, vagy megpróbálják álmodni a vágyaikat, a céljaikat. És ez egy nagyon bátor döntés volt, mert ott volt a diktatúra fenyegető ereje és a szovjet vörös hadsereg jelenléte. De ha egy kicsit belegondolunk a történelembe, tele vagyunk ilyen bátor döntésekkel. A magyar történelem tele van vérzivataros évszázadokkal, igazságtalansággal és elnyomó idegenekkel, hívják őket tatároknak, törököknek, osztrákoknak vagy szovjeteknek. De mindig volt egy bátor döntés, aminek köszönhetően én úgy gondolom, a magyarságnak több mint 1000 éves a történelme itt a Kárpát-medencében. Vörösmarty erre úgy válaszol, megfogyva bár, de törve nem, él nemzet e hazán. És mi az üzenete számomra ezeknek a fiataloknak, ma 2017-ben, 1956-nak? Hát egyrészt én úgy gondolom, hogy továbbra is szüksége van Magyarországnak, a magyar nemzetnek felelősségteljes és bátor döntésre képes fiatalokra. Gondoljunk bele, hogy a magyar történelem fontos eseményeinél mindig a fiatalok voltak a mozgatórugók. 1956. október 23-án és 1848. március 15-én is. Azok a pesti fiatalok, akik fegyvert ragadtak a szovjet tankok ellen, alig voltak 20 évesek. Vagy említhetném Pongrácz Gergelyt, a Korvin közhősét, aki ebben az időpontban 24 éves volt. Vagy a pécsi példákon, vagy a pécsi példát említve, dr. Debreceni László, a pécsi események egyik jeles személye, végzős egyetemista volt ekkor, és állt oda egy nemes ügy oldalára. De említhetném a Mecseki Láthatatlanok két jeles alakját, Kubica János és Málics Ottót, akik szintén fiatalok voltak.
De szükség van azokra a családokra, szülőkre, nevelőkre és pedagógusokra, akik ezeknek a fiataloknak továbbadják a magyar nemzet két legfontosabb értékét, a család és a haza szeretetét. Végezetül gondolataimat egy dalszöveg sorával zárnám, amely úgy gondolom 2017-ben nagyon aktuális. Bár más nyelven beszélsz és más nyelven írsz, de magyarul álmodsz és magyarul sírsz. Köszönöm a figyelmüket!